Több évtizedes pedagógiai tapasztalata nincs, életkoránál fogva nem is lehet a katolikus általános iskola másik új osztályfőnökének. A gyerekek és a szülők is a következő jellemvonásokkal szoktak illetni, hogy kedves, segítőkész, precíz és alapos vagyok a munkámban, viszont emellett szigorú és következetes vagyok a gyerekekkel, hiszen csak pontos fegyelemmel és csendben lehet a gyerekeket megtanítani, tanulni és tanítani. Emellett fontos, hiszen az óvodából érkeznek ezek a gyerekek, és fontos számukra még a játszás, így az óráimba ezeket a játékokat bele szoktam csempészni, illetve most már interaktív táblákon is tudunk a gyerekekkel dolgozni. Szeretnénk majd kipróbálni a tableteket is az órákon, így nem csak egy gyerek tud majd a táblánál dolgozni, hanem minden gyereknek ott lesz majd a kezében. A szünetekben a gyerekeknek egy játszósarkot alakítottam ki, ahol tudnak játszani, beszélgetni, tudnak mesét olvasni egymásnak, a munkáikat ki tudják tenni egy parafatáblára. Viszont élénk emlékei vannak az iskoláról, hiszen maga is ezeket a padokat koptatta 8 éven át. De állt már a katedrán is, hiszen 2 hónapos pedagógiai gyakorlatát is itt töltötte. Az angol az én szívem csücske, és hát első osztálytól kezdve én alapozom meg nekik azokat az alapokat, amik majd a felső tagozatban várják majd őket. A Györfi napok keretein belül már elindítottam egy versenyt, Enjoy English nyelven, ahol már első osztálytól kezdve a gyerekek versenyezhetnek. Szoktam a gyerekeket a kiskulcsos ítéheznek a mesemondó versenyére felkészíteni, csapatversenyekben is szoktam őket indítani. Szeretik a gyerekek az angol nyelvet, ugye már az óvodában én tanítom a gyerekeknek az angolt, és nekik már van egy kis alapjuk, mert az alap témaköröket már azért meg szoktuk tanulni, a színeket, állatokat, egy pár gyümölcsöt, de nagyon örülnek annak, hogy ők más nyelven meg tudnak szólalni, és azokat a dolgokat ők már meg tudják nevezni, és a szülők is ezt mondják vissza, hogy hát, hogy ők már nagyon boldogok, hogy ők otthon el tudják mondani, hogy ez egy pen, ez egy pencil, tehát ők ezek már nagyon örülnek. 2021-ben kapta első osztályfőnöki megbízatását, vagyis egyáltalán nem ismeretlen számára, sem a környezet, sem a feladat. Magyar olvasást, írást, matematikát tanítok a gyerekeknek, illetve az angol nyelvet oktatom a saját osztályomban is, illetve akik a Kossuth téren vannak, ott az összes osztályban én tanítom, illetve az osztályomban, akik most jelenleg az osztályom, nekik pedig a technikát oktatom 2 tannyelven, és ezt szeretnénk majd tovább vinni a következő osztályomban is, ahol már a rajz tantárgy is bekerül a 2 tannyelvű oktatásba. A lendő elsősök beszokását fecskehívogatóval könnyítette meg az iskola. Októberben volt egy szülői tájékoztatónk, ahol megismerkedtek a gyerekek az iskolával, illetve a 2 lendő első osztályos tanítónénivel, és októberben volt még egy komplex foglalkozás a gyerekeknek, ahol feladatlapoztak, illetve kézműveskedtünk. És ilyenkor már ugye összeszoknak a gyerekek a foglalkozások által, bár arra mindig figyelünk, hogy nem mindig ugyanabba a csoportba kerüljenek be, és akkor így már megismerkednek egymással is. Mire elkezdődik a hivatalos tanító-diák együttműködésük, meg is ismerhetik egymást, hiszen az iskola több programmal is kedveskedik leendő diákjainak.